Nyered. Tűnj légy, légy.
Jobb egy nap mellettem, mindezek bármerre nélkülem. Jobb egy nap házadban, mindezek bármerre a világban. Jobb egy nap veled, jobb egy nap mellettem. Jesus.
veszed, mint mikor hozzám szólsz csendesen. Nincsen más megváltás, más út és megoldás. Jézus csak te vagy a Messiás, és tudom ezt. Énekünk maradt számatokra ma estére. Énekeljük együtt Megváltó mél. Ismerni fogjátok. Kis játékot. Lányok, mutassátok meg, mit tudtok. Kérlek, énekeljétek velünk, és abban a lányokkal, segítsetek be. Megváltó mély, gyertek, gyertek! Ez az.
hagyhatjuk. Gyertek fiúk, következő körténekek még. Megváltom én, gyertek fiúk! Megváltom én, megváltom én. Ez az. Megváltom én, megváltom. Gyertek együtt! Köszönöm szépen. Uram, köszönöm ezt a ma estét, köszönöm azt, hogy eléd jöhetünk, és te élsz, és élsz bennünk, és vágysz a mi jelenlétünkre. Köszönöm, Uram, azt, hogy hatalmas Isten vagy, és a te jelenlétedben megnyugodhatunk, és örülhetünk is. Köszönöm, Uram, neked ezt a ma estét, és köszönöm a tanítást, köszönöm a Danit. Kérlek, Uram, kent fel őt, és add, hogy meg tudjuk érteni, mi az, amit üzenni akarsz számunkra ma este. Uram, hatalmas Isten vagy, és nagyon szeretünk téged ezért a közösségért, hogy itt lehetünk veled most, és csak áld meg ezt az estét, Uram. Szeretném megérkezni a ti jelenlétedbe. Köszönöm, hogy meghallgatsz, és mindannyian együtt mondjuk, hogy amen. 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 Foglaljatok helyet. Még egyszer nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. If you need translation, we can provide you translation. There is the very last green chair section at the back, not at the behind the green chair section, but the very last row of green chairs. That's where you need to sit right now. So if you need translation, you need to stand up right now and sit there, because later on it's very hard for the translator to try to navigate you and translate in the same time. So go to the very back green section and you can find headphones coming out from the chair, and hopefully they will work, and if they don't, we are sorry. They will work, but I know that last week there was some kind of a problem and it didn't work. I'm sorry about that. So everything is okay there? Okay, bocsánat, muszáj volt egy hosszabb mondókát mondani, mert múlt héten annyi galiba volt a fordítással sajnos, hogy most muszáj volt hosszabban elmesélni, meg meg akartam mutatni, hogy tók angolul. Na. Nem, csak vicceltem. Tényleg csak vicceltem. Na, jól van.
Van pár bejelenteni való. Amúgy a Gabi a szívemre, vagy szívemre helyezte, a lelkemre kötötte, ez a keresztény szakzsargon szívemre helyezte. A lelkemre kötötte, hogy most az egyszer magyarázom-e normálisan, hogy mit kell csinálni, mert nehezen találják meg azokat a székeket az először idejövő külföldiek, amikkel ma a fülhallgatók jönnek ki. Jól van. Aki amúgy még először van itt és magyarul beszél, és csodálkozik, hogy miért ül hátul egy hölgy, aki folyamatosan beszél, miközben én is beszélek, ez azért van, mert ott megy egy ilyen kis fordítás. Na, van pár bejelenteni való. Kezdjük a leghosszabban, jó? Egy nagyszerű programot hirdetek nektek. Lesz egy tábor, egy úgynevezett apologetika tábor szeptemberben, méghozzá szeptember 7-től 11-ig, szerdától vasárnapig. Ugye ez olyan embereknek él, akiknek vagy van még szabadságuk az évben, vagy nem dolgoznak ezeken a napokon. A lényeg az, hogy a MEGDESZ nevezetű szervezet, egyetemi diák köröket szoktak csinálni, meg egyetemi missziókat, meg az egész az egyetemről és a kereszténységről szól. Ez a szervezet csinál egy olyan tábort, ami segít embereknek abban, hogy fölkészüljenek. Tehát, hogy lehet lesz nagyon röviden megfogalmazni, az apológiával az emberek igazából megtanulják, hogy hogyan lehet megvédeni a hitüket, hogyan lehet kérdésekre válaszolni, amiből van az embereknek egy rakat a világon odakint, és hogyan lehet ezt jól megválaszolni, hogyan lehet ezt jó szívvel megválaszolni, és hogyan lehet ezt okosan megválaszolni. Mert ebből a kettőből néha mi keresztények hiány szenvedünk, abból, hogy az ember jó lelkülettel, meg jó válaszokat adjon, és néha rossz lelkülettel nagyon rossz válaszokat tudunk adni. És ez a tábor arról fog szólni, hogy segít az embereknek elméletben és gyakorlatban is fölkészülni arra, hogy a hitüket megosszák, meg megvédjék a világban. És olyan témákról lesz szó, amik a jelenkor világát érdekli odakint. Tehát az emberek, a hétköznapi emberek legfőbb kérdéseik a vallásokkal kapcsolatban, a hittel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban. Lesz szó az általános világnézetekről, amik most vannak az emberekben, akik minket körbevesznek, az egész posztmodern gondolkozástól, és szerintem ez egy zseniális pár nap lesz. Az előadók között, vagy ez a három fő előadó, Szalai András, Fűtő Robert és Szabados Ádám lesz. Én mind a hármójukat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Egyik jobb, mint a másik. Az egyikük az Szalai András, az Apológia Kutatóközpont vezetője, Fűtő Robert, ő a Covenant teológián végzett, és hát mindegy, őnek is nagyon sokat beszélgettem, és nagyon-nagyon jó meglátásai vannak. Szabados Ádám meg az Evangéliumi Fórum egyik vezetője, és ő is könyveket írt, és mindnyájan, mindegyikük nagyon okos, és szerintem iszonyat jó lelkületű ember, akiktől rengeteget lehet tanulni. Tehát, hogyha van erre lehetőségetek, időtök, hogy ezen részt vegyetek, én teljes vászélességgel támogatlak benneteket, mert ebből csak az ember okosabban jön ki. Szóval ez szeptember 7-től 11-ig lesz, szerdától vasárnapig, Cegléden, és a részleteket, hogy mi ez, hogyan lehet erre jelentkezni, azt a www.megdesz.hu-n tudjátok megnézni. Tehát www.megdesz.hu, és a megdesz azt úgy kell, hogy megdesz.hu. Megdesz. Tehát így van ez. Leírva, és jelentkezni augusztus 25-ig lehet, tehát ha szeretnétek jelentkezni, ezt a következő héten meg kell tenni, és ja, én még egyszer mondom, szerintem ez egy nagyon jó dolog lesz, mert én is elmegyek. Mit kell még mondani? Jó, ezt elmondtam. Szeptemberben lesz jó pár különlegesebb alkalom. Alapból a gyülekezetünknek lesz szeptember 4-én a 20. évfordulója, tehát hogy a Golgota Magyarországon van, és vasárnap délelőtt egy óriási közös alkalom lesz a Városmajori Szabadtéri Színpadnál. Ez van egy szórólap, ezen rajta van minden info, hogy mikor kezdődik, hogy hova kell menni, hogy kell oda eljutni. Tehát, hogyha szeretnétek erre eljönni, ez egy különleges ünnepi alkalom lesz, nagyon jó kis alkalom lesz. Mindenféle különleges emberek fognak mindenféle különleges dolgot megosztani, ami tényleg egy ilyen alkalomhoz illő. És aznap este mi szeretnénk a vasárnap estét is különlegessé tenni, tehát
Egy kicsit eltérő lesz a megszokottól, szóval megpróbálunk egy-két olyan embert elhívni, aki esetleg bizonságot tud tenni, hogy Isten mit csinált az elmúlt 20 évben itt Magyarországon, meg szeretnénk imádkozni a következő időszakért, a gyülekezet életére, a mi életünkért, mert én azt gondolom, hogy ti, ezek az emberek itt vagytok, meg remélem még én is beletartozom. Tehát mi meghatározó emberei vagyunk ennek az országnak, és mindannak, amit Isten ebbe az országba akar csinálni. És jó keresni őt, és kérni azt, hogy valósítsa meg a tervét közöttünk. 12 odaszánt emberen keresztül fölforgatta az akkori ismert világot. És itt vagyunk, mennyien vagyunk itt? 300-an? Csak 12 ember volt, akik azt mondták, hogy itt vagyunk, és Isten használj bennünket. És mi itt vagyunk 300-an. És jó néha megállni, és csak kiáltani Isten, hogy Isten használj bennünket, mert ha előttünk, másokon keresztül nagy dolgokat végezhettél el, akkor utánunk rajtunk, vagy most rajtunk keresztül is nagy dolgokat tudsz elvégezni. Tehát ez lesz szeptember 4-én. Szeptember 11-én meg szeretnénk megünnepelni a Vasárnap Estének az 5. évfordulóját. Amúgy szeptember 3. hétvégén kezdtük 5 évvel ezelőtt, de a 3. hétvégén Sziszi nem lesz itt. Sziszi nélkül meg nem lesz évforduló, tehát olyan nincsen. Sziszi nélkül évforduló lesz. Utána meg én nem leszek már itt, szóval olyan sincs, hogy nélkülem lesz évforduló. Tehát alapvetően szeptember 11-ét lőttük be erre az időpontra. Jövő héten pedig a Neil fog játszani, Sziszi fog tanítani. Jövő héten egy normális vasárnap este lesz, és ezzel befejeztem a bejelentéseket. Jó? Szeretnétek még mondjak valamit? Jól van. Imádkozzunk egyet, mielőtt a mai témába belemegyek. A mai nap szeretnék egy nagyon jó témát elővenni. Én nagyon izgatott vagyok emiatt, vagy legalábbis engem megáldott már maga a készülés is. Mert ma szeretnék az életünk azon kapcsolatairól beszélni, amik nem kötődnek a munkához, vagy családhoz, vagy párkapcsolathoz, hanem általánosságban az életünk kapcsolatairól, és legfőképp a barátságokról szeretnék beszélni. És szeretnék megosztani pár dolgot a saját tapasztalataimból, meg abból, amit a Bibliából látok, és persze az idő szűke miatt ez egy olyan téma, amit így nem lehet most így teljesen kimeríteni, és lehet, hogy nektek még más meglátásotok van a Bibliából, vagy még több tapasztalatotok, de remélem, hogy valamivel bölcsebben megyünk haza mindnyájan, ami után ezt a témát egy kicsit megnéztük. Szóval mennyi, Atyám, én imádkozom azért, hogy ma este csak taníts bennünket a kapcsolatokról, az emberi kapcsolatokról, és főleg a barátságokról, és köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon. És minket úgy teremtettél meg, hogy kapcsolatba éljünk, kapcsolatba lettünk teremtve, és szeretnénk megérteni ezeknek a dinamikáját, szeretnénk, Uram, ha egészséges kapcsolataink lennének, és kérlek ma este egy kicsit segíts belepillantani a tervedbe, hogy bennünket egymás mellé raktál, hogy hogyan éljünk együtt. Kérlek erre a Jézus nevében. Amen. Amen. Na, én ezt a mai estét én szeretném egy olyan helyen elkezdeni, ami szerintem mindenki számára, vagy a sokunk számára, a legtöbbünk számára egyértelmű, de mindig jó ezt a részét a kapcsolatainknak átismételni. Tehát én megpróbálok egy ilyen a nagyobb képből a kisebb fele menni, vagy hogy mondják ezt jól, a nagyobbból így a egy-egy kapcsolatig eljutni. De az első felében én szeretnék egy kicsit beszélni a testvéri kapcsolatokról. Ugye az életünk kapcsolatainak az alakulásában van egy olyan dinamika, van egy olyan aspektus a mi kapcsolatainknak, a legtöbbünknek, akik ismerjük Istent és követjük őt, amit a pszichológia nem teljesen tud meghatározni, mert valahol földön túli, szerintem. De lehet, hogy egy pszichológus bebizonyítta nekem, hogy ez nem így van, de én azt gondolom, hogy ez valami, amit csak úgy egy világi tudomány nem érthetne meg. Hogy ez hogy történhet? Mert megtörténhet az, hogy egy olyan közeli szinte családi kapcsolatot tapasztalunk meg olyan emberekkel, akikkel nincsen semmiféle valódi múltunk. Tehát nincsenek közösen megélt események, nincsenek együtt eltöltött évek, nincsen közös múlt, mégis valami különleges feltétel nélküli bizalmat és szeretetet
tudunk megélni együtt. És én azt gondolom, hogy ez nekünk keresztényeknek egy természet felett és logikával nehezen leírható része az életünknek, a kapcsolatainknak, a testvéri kapcsolatok. Amikor elkezdjük követni Istent, ugye rengeteg természet feletti dolog történik velünk. Rengeteg természet feletti változás megy végbe az életünkbe, de és rengeteg természetes változás is végbe megy. De a Biblia azt mondja, hogy ugye ez egy ilyen természet feletti dolgok között, hogy alapból újjászületünk. Megváltoznak lelki törvényszerűségek az életünkben. Ezek nagyon komoly hatással vannak, tehát komoly törvényszerűségek megváltoznak. Átkok áldássá változnak. Betegségek meggyógyulnak. Rabságokból szabadulunk meg. Megismerjük Istent, tehát a természetfeletti események közül aztán az egyik legmeghatározóbb, hogy megismerhetjük Istent, hogy milyen ő, hogy ki ő. Egy kapcsolatunk lesz vele. Erőt kapunk olyan dolgokra, amire előtte nem volt erőnk. De ezzel együtt a természetfeletti események sorába belerakja a Biblia azt, hogy beleszületünk egy új családba. Egy egészen új család részévé válunk. Ahol nem vagyunk egyedül, ugye vannak mások is, és őket nevezi testvéreknek. És szerintem fontos az, hogy nem hittársaknak, elvtársaknak, pártagoknak, klubtagoknak, munkatársaknak, hanem testvéreknek nevezi őket. Beolt bennünket egy egységbe, és ez a testvér szó, ez tényleg ezt mutatja, a család szó. Egy olyan biztonságos, szeretett környezetbe, amit a család biztonságával hasonlít össze. És persze azért zárójelben hadd mondjam, hogy lehet, hogy vannak itt olyanok, akiknek olyan múltjuk van, családi múltjuk van, hogy ez semmiféle biztonságot vagy bizalmat nem jelent a fejükben, amikor azt mondják, hogy család. De jó esetben a család az egy nagyon biztonságos hely, ahol feltétel nélkül is szeretet van, közösségvállalás van, biztonság van, biztonság. És egy családban te tudhatod azt, hogy nem azért szeretnek téged, mert megérdemled. Nem azért szeretnek téged, mert valamit jól csinálsz, hanem csak egyszerűen azért vagy tagja, elfogadott tagja a családnak, mert abba születtél bele. Pont. Tehát nem kell ezen többet dolgozni, nem kell ezért teperni, hanem van egy értéked, mert családtag vagy. Pont. És soha semmi nem változtathatja meg ezt. És ezért az életed végéig az ott levő emberek a családodban egy bizonyos indulattal lesznek feléd, mert családtag vagy. És lehet, hogy rád szólnak, lehet, hogy konfrontálnak, lehet, hogy elmondják, hogy ez nagyon gáz, amit csinálsz, de mégis mindig ki fognak állni melletted, és azt fogják mondani, hogy te az én vérem vagy. Te az én vérem vagy. Sose fog ez megszűnni, hogy te az én vérem legyen. Sose fogom azt mondani, hogy nem ismerem a gyereket. Én nem tudom, hogy hasonlít rám, hol? Én nem. Szerencsé, hogy nekem olyan tesóim vannak, hogy ez soha nem volt gond. Ugye, Donát? Itt van az öcsém. Én mindig nagyon szerintem a Donát, mert az öcsém egy nagyon jó fejgyerek. Én nagyon szeretem, és sose szégyeltem, hogy ő az öcsém. Ezt én nem, a bátyáim nem mondhatják el ugyanezt rólam. Tehát itt a bátyáimnak kéne hallgatni ezt a tanítást. Elküldöm nekik, komolyan mondom. Most előjönnek a régi sérelmek. Tehát nem tudom, kinek volt két bátya? Ja, ugye milyen kemény az élet, olyan két bátya? Nincs itt valaki közöttetek egy lelki gondozó, szükségem lenne egy beszélgetésre. Csak vicceltem. Tehát az, hogy egy ilyen biztonság lehet, az egy páratlanul jó dolog. És a világban élő emberek nem ismerik azt, hogy ilyen neked a családodon kívül csak adatik. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen biztonságos, ilyen szeretetet képező kapcsolatok nem jönnek csak úgy ajándékba. Persze, hogyha elmész és megiszol pár sört, akkor a melletted levő asztaltársasággal elég hamar össze tudsz cimbizni. Tehát ez velem is annó megtörtént, hogy az ember egy perc alatt összehavárkodik valakivel, de aztán utána az olyan gyorsan el is tűnik. De én azt vettem észre, hogy itt a kereszténységben, itt tényleg egy perc alatt közös lapon tudok lenni emberekkel. Hogy én amióta megtértem, én bizonságot tudok tenni számtalan olyan eseményről, amikor a semmiből nekem emberek közeli, tehát emberekkel közeli kapcsolatom lett. Olyan emberekkel, akiket nem is ismertem. Sőt, olyan emberekkel, akikkel az életben nem haverkodtam volna. Tehát ha valami biztos, például én meg a Sisi soha nem lettünk volna haverok. Vagy az Olivér. Tehát mi emlékszem, amikor elkezdtük a vasárpestét,
6 olyan ember volt együtt, akik szerintem soha nem is beszéltek volna egymással. Ha beszéltek volna egymással, verekedtek volna egymással. Leköpték volna egymást. Annyira más világból érkeztünk. Ha volt 6 különböző ember, akkor az mi voltunk? De mégis bejövök az egyházba, és nem egyszer ilyen teljesen különböző emberekkel ilyen viszonyom lesz. Sőt, nem tudom, hogy veletek történt-e ilyen, de velem megtörtént az, hogy mit tudom én, a semmiből véletlenül elindul egy beszélgetés, ami meglepően mély dolgokat osztok meg, meglepően mély dolgot oszt meg a másik, hihetetlenül sokat kapok belőle, és onnantól kezdve akárhányszor látom azt az embert, úgy megvan. Tehát nem úgy, mint amikor berúgsz, aztán másnap azt mondod, hogy úristen, miket mondtam neki, jaj, ezt kellett nekem, ezt elmondanom neki, hanem így másnap ott vagy, és látod őt, és tudod azt, hogy ez egy jó dolog volt, hogy megosztottam az életemet. És ez így rendben volt, és mennyire király, hogy ő már közel van az én szívemhez. És én nem tudom mondani, hány ember van közel már szívemhez. Már annyi, hogy már nem is férnek be mindnyájan a szívembe bele. Tehát én azt gondolom, hogy ez valóság, ez nem idealizmus, ez nem egy ilyen önáltatás, hogy mi itt a gyülekezetben, mi itt ilyen egységben vagyunk, és mi eljátsszuk, hogy szeretjük egymást, mert ez olyan jó, meg ez egy annyira jó ötlet. Hanem én azt gondolom, hogy amennyire Isten megbocsátja a bűnöket, amennyire megváltoztatja egy ember gondolkozását, amennyire be tud tölteni Szentlélekkel, amennyire tud gyógyítani és csodát tenni, annyira képes ő két teljesen különböző, egymást nem ismerő ember közé egyik pillanatról a másikra olyan kapcsolatot adni, ami soha nem jött volna létre, ha ő nincs. Én hiszem ezt, sőt, tapasztaltam ezt. És én ezt gondolom, hogy ez a testvéri szeretet. Ez az egyik csodája az életünknek. Amit, hogyha elég régóta vagytok keresztények, hadd emlékeztesselek benneteket, nem mindenki tapasztal meg odakint a világba. Értékeljétek ezt. És én azt gondolom, hogy ez az egység adatott, ezért Krisztus meghalt, ezért Isten a világon egy természet feletti árat kifizetett, ez egy isteni aktus volt, hogy megtette ezt, és az én tapasztalatom, és az igébe is ezt látom, én azt látom, hogy ez egy olyan dolog, ami magától ott van, és ezt nem kell előidézni. Tehát nem az, hogy följön ide valaki, és azt mondja nektek, hogy gyerekek, egységbe kell lenni, mert különben nem működik Istennek a munkája. Hanem én azt látom, hogy Isten alapvetően egy egységet megteremtett, ezt nem kell előidézni, ez nem valami, amit föl kell spanolni az emberekben, hanem már ott van, és amitre figyelni kell, hogy ezt nem szabad elrontani. Hogy ez adatott magától. Ez ott van. De az emberi büszkeség, a dicsőségvágy, a képmutatás, a keserűség, az ítélkezés, a pletyka, a megbocsájtatlanság, az önzés rengeteg formája, amit mi produkálni tudunk, mindazok, amiket emberek együtt élve egymástól kapunk, ezek rombolják ezt. És igazából a mi feladatunk az az, hogy ezekkel kezdjünk valamit. Az emberi önzésnek ezeknek a megnyilvánulásaival. És ezek a megnyilvánulások termeltek a gyülekezetekben olyan embereket, akikből valószínűleg itt is van pár, lehet, hogy te is az egyike vagy, akik már keserűek és szkeptikusak az egyházzal kapcsolatban. És érthető, olyan csalódásaik, olyan sebeik voltak, hogy már keserűek és szkeptikusak. És azt mondják, hogy az egyház egy veszélyes hely. De még egyszer csak hadd emlékeztesselek téged arra, hogy milyen volt az elején. Hogy miket tapasztaltál az elején. Hogy összevetve miket tapasztaltál pozitív oldalon. Mert engem is ért sok pofon és sérülés itt az egyházban, meg itt a Golgota gyülekezetben is, de ha végignézem az életemet, rengeteg ellenpélda volt. Ezzel nem tudom bedobni a sufniba a testvéri szeretetet, mint egy dolgot, ami csak egy hiú ábránd, vagy a kezdeti lelkes keresztények idealisztikus elképzelése, de ilyen valójában nincsen, hogy meglátod, várja még egy-két évet. Nem. Én láttam sok szart, már bocsánat, és én is csináltam sok hülyeséget, de én azt gondolom, hogy a testvéri szeretet az valóságos, és egy csodálatos dolog. És ez a szeretet, és ez az egység, ez egy páratlan dolog, amit hogyha védünk, és amiben, ha mi tudunk megbocsájtani, mert ez a másik kulcsa, az igazság az, hogy sose fogjuk megúszni, hogyha mi együtt vagyunk itt egy ilyen gyülekezetben, hogy ne jöjjön elő az emberi gonoszság.
És az egyetlen dolog, ami igazán védeni tudja ezt, az a megbocsájtás. Az az, hogy elengedjük a tartozást. Mert mindig valaki valahol tartozni fog nekünk. Valamit tenni fognak ellenünk. De ha mi meg tudjuk védeni ezt, ha mi tudunk megbocsájtani, akkor valami olyan gazdagító, valami olyan különlegesen megelégítő közösséget élhetünk meg az emberekkel, ami tényleg egy szelet a mennyből. Ami a keresztény élet egyik legnagyobb ajándéka és legféltettebb kincse. És én azt gondolom, hogy valahol ez egy elhívásunk is. Tehát Jézus azt mondja, hogy a János 13-ban, hogy egy új parancsolatot ad nekünk, és azt mondja, hogy János 13.34, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És ez a János, aki a mestere volt ennek a szeretetnek, az első levelében, a 4. fejezet 20. és 21. versében azt mondja, hogy egy ember, aki nem szereti a testvéreit, az nem is ismeri Istent. Egy ember, aki nem tudja elfogadni ezt a testvéri szeretetet, akinek nem része az életének, ha nem szeret, ha nem is akar, ha úgy gondolja, hogy nem is kell, annak valami gondja van az Istennel való kapcsolatában is. Tehát a testvéri kapcsolatok szerintem a legtöbbüknek a kapcsolataink legalapvetőbb fóruma. És azért fontos ez, mert a testvéri kapcsolat más a baráti kapcsolattól. Más. A testvéreit az ember kapja, ha tetszik, ha nem. A barátait meg választja. Attól függően, hogy ki tetszik. A testvéreinket mi megkapjuk, pont. És ő a testvérem, attól, mert az annak adatott. És ezen változtatni nem tudok. A barátaimat megválasztom. És én mindezt azért mondtam el, mert ahogy a barátságra térünk, én úgy gondolom, hogy fontos egy nagyobb kontextus, egy nagyobb képet látni, különben céltéveszthetünk. Én úgy gondolom, hogy a barátságnál, és lehet, hogy nem mindenkiért egyet velem, de valahol fontosabb a testvéri kapcsolat. És elmondom, hogy én nem hiszem, hogy kell, vagy lehet mindenképp ilyen fontossági sorrendet tenni a kettő között, de én a következő miatt próbálom ezt kiemelni. Tehát a barátság névén nem hanyagolható el a testvéri kapcsolat. Én azt gondolom, hogy erre kell figyelni. Nem mondhatod, hogy én bizonyos emberekkel barátkozom, azok felé mutatok egyfajta szeretetet, a többiek meg nem tetszenek, nem az én fajta embereim, és őket nem bírom, tehát őket megpróbálom távol tartani. Ahogy nem fordulhat el az ember a saját családjától a barátai miatt. Tehát neked vannak családi kapcsolataid, meg baráti kapcsolataid. És mind a kettőnek megvan a nagyon fontos szerepe az életedben, amiben mind a kettőben adni és kapni kell. És az a baj, hogy mi emberek szeretünk csak kapni. Mi imádjuk, ha csak kapunk. Az a frankó. És hajlamosak vagyunk azt keresni, hogy ki az, akitől leginkább kapunk. És a többit kizárjuk, ahol adni kell. És az alapján próbáljuk megítélni a fontos és a kevésbé fontos kapcsolatot, hogy mi az, ahol többet kapunk, és mi az, ahol kevesebbet. És ezzel céltéveszthetünk. Én azt gondolom, hogyha a testvéri kapcsolataidat elhanyagolod a baráti kapcsolatok miatt, akkor valamit céltévesztetsz, eltévesztheted a célt azzal kapcsolatban, amit Isten szeretne az életedben, mert Isten fontosnak tartja a testvéri kapcsolatokat. És bár jól hangzik az az érvelés, hogy én csak a barátaim felé akarok nyitni, de ezen a címen nem rázhatsz le embereket, testvéreket. Akármennyire fontos is a baráti kapcsolat, és tényleg ezekről még fogok pár szót mondani. Mert a baráti kapcsolatok ugye így ez ebben a testvéri szférán belül azok a kapcsolatok, amikben már egy olyan mélységbe osztjuk meg az életünket, amiben már talán nem mindenkivel. Nem mindenkivel megyünk át ugyanazokon a dolgokon. Valakivel szorosabbra fűződik a szál. És ezek a szorosabb szálak, ezek a baráti kapcsolatok fontosak. Ezek nagyon fontosak. Kell, hogy ilyenek legyenek. De a szeretet, amire tanít bennünket Isten, nekem úgy tűnik, az egy olyan szeretet, ami ő benne is volt, ami inkább hasonlít egy tábortűzhöz, mint egy ilyen lézercsóvához. Tehát nem az van, hogy mint egy ilyen lézercsóva kiválaszt egy embert, és akkor az a fény oda összpontosul. És akkor ő a
ő az én választottam a sok közül. Vagy ő, mert őt szeretem. És aki tetszik, arra ott a piros pont a fején, a lézer csóvával. És ő rá fókuszálok, és a többiek elmentnek a fenébe. Hanem inkább olyan, mint egy tábortűz, ami adja a világosságot és a meleget, és attól függ, hogy ki az, aki közel jön, hogy mennyit kap belőle. De árasztja magából a szeretetet. És lehet ahhoz közel jönni, és valaki nagyon közel kerül, és valakivel nagyon belsőséges lesz a viszony, és ez csodálatos. De ez nem jelenti azt, hogy a többiekkel meg semmilyen viszony nincsen. Nem kell, hogy jelentse. És akármennyire elengedhetetlen mélység és bizalom van a baráti kapcsolatokban, valami nincs rendben azzal, hogyha a te baráti kapcsolataid a környezetednek klikkesedésként jönnek le. Bocsánat. Tehát én azt gondolom, hogy az az ember, akinek egyrészt mély kapcsolatai vannak, de közben állandóan azt az érzést kelti a környezetébe, hogy kizár másokat, azzal az emberrel valami nincs rendben. Vagy talán valamiféle büszkeségkérdés dolgozik az életében, hogy ő többnek gondolja magát, mint mások. Amúgy valószínűleg itt is vannak olyan emberek, akik egy kicsivel okosabbnak gondolják magukat, mint a többiek. Kicsit érettebbnek, vagy úgy gondolják, hogy jobban látják a világot. És te csak úgy gondolt, hogy ez a normális, mert tényleg jobban látod a dolgokat, de akár hiszed, akár nem, az életed nagyon sok mindenkinek körülötted azt kommunikál, hogy ők meg kevesebbek. És akár hiszed, akár nem, ez rombol. Pedig az életed építhetne is. Vagy lehet, hogy belső sérülések, bizalmi kérdések, megkeményedés, ami ott dolgozik benned, hogy én már nem bízok másokban, én csak ő benne, meg ő benne. De ez akkor sem az egészségességnek a jele. Esetleg egy klik az önértékelésed egy kulcsa, hogy én közöttük lógok, én velük egy vagyok. Mi vagyunk a műzék. Tehát mi a jó fejek vagyunk, ők meg nem, akik ott vannak kívül. Tehát egy olyan kliknek, aminek a lényege, hogy kizár másokat és valakit favorizál, annak nagyon van egy bódító ereje. Nem tudom, volt, hogy már bevettek téged valahova, ahonnan másokat kizártak. Hát az olyan belső melegséget ad az embernek. Ott a gerincedbe, ott megy föl és le az a meleg érzés, hogy mekkora királygyerek vagyok, már rész vagyok ennek a csapatnak. De ha keresed az egészséges irányt Krisztusban, és tényleg Krisztus szeretetét akarod az életedbe egyre inkább megnyilvánítani, hogy egyre inkább szeretnéd, hogy az látszódjon meg, akkor egy olyan ember leszel, aki bizalmi kapcsolatba kerülsz a barátaiddal, de mégis a befogadás, a feltétel nélküli szeretet, és a bizalom, nem is a bizalom, tehát a befogadás és a szeretet ajándékát tudod osztani bármikor a testvéreidnek. Tudsz gondot viselni. És én azt gondolom, hogy Káin óta ez nekünk problémánk. Emlékeztek, amikor Káin megkérdezte Isten, hogy hol van Ábel? És Káinnak a zsigeri válasz, hogy mit tudom, őrzője vagyok én a testvéremnek? Tehát mi közöm nekem a testvéremhez? És az igazság az, hogy Isten fölteszi a kérdést, hogy hol van a te testvéred? Hol a te testvéred az életedben? És akármennyire szeretnénk meggyőzni magunkat, hogy őrzője vagyok én a testvéremnek? Az igazság az, hogy igen, valahol őrzői vagyunk a testvérünknek. Na most annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a másik oldalt most emberek fölvidultak, és mondják, hogy na végre megmondja nekik a Dani. Végre elmondja nekik, hogy milyen szemét klikkesedők. Hogy miért zárnak ki, azt hiszik, hogy ők a jó fejek, de majd most megmondja nekik a Dani, hogy ők nem ennyire jó fejek. Aha. Én a saját példáimon, az életemnek sok ilyen példája van, én azt vettem észre, hogy a legtöbb esetben, az esetek jó részében függetlenül attól, hogy az a klikkesedő csapatnak vaj van-e a füle mögött, vagy nincs. Hogy tényleg hibát követnek emberek körülötted, vagy sem. A gond, a méltatlankodó ember gondja valahol saját magában van. Az, hogy lepattansz társaságokról, és folyamatosan küzdelmeid vannak azzal kapcsolatban, hogy kik fogadnak be, vagy sem, ez kapcsolódik a mondandó második feléhez. Ahhoz a feléhez, hogy hogyan válasz barátokat. Mert én azt gondolom, hogy bármilyen társaság is az, amiről szó van,
ha nem találsz barátokat, a probléma legtöbbször benned van. Ezt tudom, hogy fájdalmas hallani, de én azt gondolom, hogy jó megkeresni a felelősséget. Mert az ember ott tud változtatni, ahol felelőssége van. És az egy nagyon rossz taktika az életben, hogy folyamatosan a többi ember felelősségét keresed. Amúgy kell ezt megtenni néha, és kell az embereket konfrontálni, és ez egy jó dolog. De hosszú távon, ha csak a többiek felelősséget keresed abban, hogy miért vagy egyedül, azon nem jutsz előre. Isten mindenkiről gondoskodik. Mindenkiről. Én erről meg vagyok győződve. A barátok tekintetében Isten mindenkiről akar gondoskodni, hogy ne legyünk egyedül. De sokszor egészségtelen módon próbáljuk kialakítani a kapcsolatainkat. És sokszor rossz emberekkel próbáljuk kialakítani a kapcsolatainkat. És ez nem azt jelenti, hogy az a rossz ember, az egy bűnös pogány, aki elvisz engem a jó útról, hanem csak egyszerűen azt jelenti, hogy nem a megfelelő ember, és nem a megfelelő motivációkból akarsz te neki a barátja lenni. Sokszor egészségtelen viszonyulásaink vannak. Függőségünk van emberektől, elfogadás utáni vágy, az önértékelésünk emberekbe való megtalálása. És ezek a viszonyulások, ezek a motivációk, ezek téged folytogató életet leszívó emberré tehetnek, akit viszont nem szeretnek befogadni. Tehát nagyon nehéz befogadni egy olyan embert, aki folyamatosan szívja le az életet. Folyamatosan azt akarja, hogy az ő önértékelését és a belső jó érzéseit valakik így fölemeljék. És nagy kihívás ilyen embereket szeretni és befogadni. Érdemes megpróbálni, ezen nincsen gond, de a megoldás a te életedben sokszor abban rejlik, hogy Istenbe keresed a megoldást, és nem emberekben. És megpróbálod megtalálni azt a társaságot, aki tényleg elfogad itt téged, még ezekkel a küzdelmeidben is, és segítenek neked Istenhez közeledni, és Istenben megoldani ezeket a problémákat. És van egy ilyen társaság, még egyszer elmondjam, vannak olyan emberek, akik ebbe tudnak segíteni, és nem igaz az, hogy mindenki lepattint téged. Az lehet, hogy bizonyos emberek lepattintanak, akiknek soha nem volt elhívása, hogy ezen téged átsegítsenek. De nem igaz az, hogy mindenki lepattint. Nem igaz az, hogy nincsen senkit. De nem mindegy, hogy hogyan találjuk meg ezeket az embereket. Maga a vágy, hogy ne legyünk egyedül, egy teljesen normális vágy. Tehát vannak olyan vágyok, amik nem egészségtelenek. Mindegyikünkben ott van az a vágy, hogy mélyebben megosszuk az életünket. Szükségünk van emberekre, akik segítenek a terheink hordozásába. Szükségünk van emberekre, akik együtt harcolnak velünk. Akik szeretnek a gyenge pillanatokban, akik tudnak bennünket konfrontálni, de nem elutasítani. Vágyunk megosztani az élményeinket, vágyunk megélni együtt dolgokat. Vágyunk egyszerűen csak nem egyedül lenni. És ez normális, ezért ez nem gáz. És kellenek emberek, akikkel együtt tudunk nevetni, akikkel együtt tudunk sírni, akik minket inspirálnak. Kellenek nekünk barátok, és ez teljesen normális. És ha ennek hiánya, az megnyomoríthat egy életet, és ezeknek az ott léte, gazdag barátságoknak az ott léte az életedben viszont át tudnak téged vinni a legnagyobb hegyeken is, a legnagyobb mélységeken is. Én azt gondolom, hogy Isten nem akar bennünket magányos farkasokká tenni, senkit. Senkit nem akar magányos farkassá tenni. Istennek nem az a terv, hogy te magányos farkas legyél. Ezt mondja a Prédikátor 4. És hadd idézzem ezeket a verseket végre nem a párkapcsolatok terén, hanem a barátságok terén. Azt mondja Prédikátor 4, 9-10, jobban boldogul a kettő, mint az egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Jaj nekünk, ha nincsenek barátaink. Jaj nekünk, ha nincsenek barátaink. Én nem gondolom azt, hogy a lelki ember az az ember, aki csak Istenből táplálkozva, egyedül, teljesen függetlenül minden más embertől képes élni, és nincs szüksége senkire. Én azt gondolom, hogy néha be tud férkőzni ez a téves elképzelés keresztények fejébe. Mert ugye Isten minden, és én is előbb kimondtam, nem? Most azon gondolkoztok, hogy hú, Dani, előbb mondtad kb. 3 perce, hogy ne az emberekbe próbáljuk megtalálni a megoldást. Igen. De ettől függetlenül Isten sose tervezte azt, hogy egyedül legyünk. Arról sose volt szó, hogy tök egyedül minden menni fog. Soha nem volt erről szó a Bibliában.
vannak dolgok, amikhez kellenek emberek, és vannak dolgok, amiket a Biblia azt mondta, hogy soha ne emberekbe keressünk. És ezt kell megtalálnunk, ennek az egészséges egyensúlyát. Ha nem tudsz úgy élni, hogy teljesen csak a csendességeidből táplálkozva, napi 3 órát Bibliát olvasva és 12 tanítást meghallgatva, ha úgy érzed, hogy nem tudsz így egy normális életet élni, akkor teljesen normális vagy. Akkor semmi baj nincsen veled. Ha azt érzed, hogy magányos szolgálóként átrepülve az egész világon, és mész Isten munkáját csinálni, de belül depressziós vagy, és ki vagy üresedve, teljesen normális vagy. Vágyunk arra, hogy legyenek szoros emberi kapcsolataink. És némelyekben ez egy egészséges szintre emelkedik. És olyan dolgokat várnak el emberektől, amit emberek nem tudnak betölteni, és soha nem is volt a feladatuk. De a másik véglet az, amikor próbálsz mindent egyedül generálni magadban. És én azt gondolom, hogy éppen ezért Isten minden eszközzel dolgozik minden olyan ember életében, akiknek egészségtelen kapcsolati dinamikájuk van. Ha te egy ember vagy, akinek valami baja van, és ezért alkalmatlan arra, hogy normális emberi kapcsolatokat hozzon létre, hogy normális barátságai legyenek, én biztos vagyok benne, hogy ezen a területen Isten dolgozik az életedben. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy bizonyos szenvedések az életedben, bizonyos küzdelmek az életedben emiatt vannak. Mert Isten olyan emberi akar tenni, aki igenis tud egészségesen viszonyulni az emberekhez. És némelyekből ez nem 2 hónappal telik. Némelyeknél ez évek kellene. Tehát Isten szerintem gondoskodik barátokról, ahogy egy társról is, de van úgy, hogy az, hogy ki az én barátom, vagy kivel tudok barátkozni, számomra nem egyértelmű. Van úgy, hogy egyértelmű, hogy ez mondtam nektek, hogy nekem is volt olyan, hogy egyszer csak leültem valakivel egészen véletlenül, és pikk, egy ilyen kapcsolódásunk volt, és egy nagy barátságunk. De van úgy, hogy elmegyünk azok mellett, az emberek mellett, akiket Isten mellénk akarna adni. Velünk van néha az a baj, hogy nehezen vesszük észre azokat az embereket, akiket Isten adni akar, mert más elképzeléseink vannak arról, hogy kit akarunk barátoknak, mint Isten. Tehát Istennek van egy elképzelése, hogy kikkel akar bennünket összefonni, meg nekünk is vannak elképzeléseink. Úgy van ez a párkapcsolatnál is, nem? És vannak olyan tényezők, amik a mi választásunkat, mivel az ember a barátait választja, nem kéne, hogy meghatározzon. Tehát vannak olyan dolgok, amiknek nem kéne meghatározni, hogy mi milyen emberekkel akarunk együtt lógni, és milyenekkel nem. És ezek a tényezők, amik néha ott vannak bennünk, meg tudják akadályozni azt, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik talán a legértékesebbek az életünkben. És én a Bibliában találtam egy-két útmutatást arról, hogy milyen alapon válasszunk barátokat. A legtöbb bölcsességet én Dávid életéből merítettem. És akár hiszitek, akár nem Dávid és Jonatán barátságából. Tehát én azt gondolom, hogy az is egy nagyon érdekes sztori, Dávid és Jonatán barátsága, és tök király őket látni, de én azt gondolom, hogy ez pont az adatott barátság, ami az égből hullott az öletbe. Azt egyik pillanatról a másikra úgy érzett, hogy a szívetek egyé olvadt, és ti vagytok a legnagyobb cimbik. És utalni fogok erre a barátságra, mert Dávid mondott valamit ezzel a barátsággal kapcsolatban, ami szerintem elgondolkoztató, de én egy másik szakasz szeretnék megnézni Dávid életéből. Egy másik pillanatot Dávid életéből, ami nagyon sokat elárul nekünk abból, hogy érdemes barátokat választani. Az 1 Sámuel 22-ben, az első 2 versben ennyit azt mondja az ige. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett, mintegy 400-an voltak vele. Dávid életének legmélyebb barátságai ebbe az időszakba kötődtek. Ez számomra nagyon érdekes. Ezek az emberek, akiknek itt Dávid a vezérévé lett, ezek az emberek végigkísérték az életét. Ott voltak vele végig, amíg menekült Saul elől, amikor kegyvesztett volt, és el kellett menekülni az országból.
ott voltak vele, amikor elfordult Istentől, és átköltözött a filiszteusokhoz másfél évre, és az Izrael népének ellenségeinél lakott, és az ő oldalukon harcolt. Ott voltak vele, amikor onnan visszajött, és megtért, és király lett. Ott voltak vele, amikor elvesztette a királyságot, amikor a fia föllázadt ellene. Ott voltak vele, amikor visszaszerezte azt. Ott voltak, amikor a családjában mindenféle ocsmány hülyességek és intrikák megestek. Ott voltak vele, amikor paráznaságot követett el. Ott voltak vele mindig. És úgy írja le az ige később ezeket az embereket, Dávid életének a végén, hogy ők voltak Dávid vitézei, hősök. Ha akarjátok, írjátok föl 2 Sámuel 23, 8-39-ig, írja az ige, hogy milyenek voltak ezek az emberek, és az 1 Krónikák 11, ugyanígy, ez egy ilyen párhuzamos igerész, beszél ezekről az emberekről, és így mutatja be 1 Krónikák 11, 10. Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik támogatták őt királyságában, és egész Izraellel együtt királlyá tették az Úr igéje szerint, melyet Izraelről mondott. És később még a 12. fejezetben itt az 1 Krónikákban még felsorol még egy adag embert, erről sokkal kevesebbet ír az ige. Ezek azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba akkor, amikor ki volt zárva Saul a kisfiának a környezetéből. Ez a 12. vers első fejezete, és megint elkezd beszélni emberekről. Ciklág egy másik búvóhelye volt. Volt az Adullám, az egyik búvóhelye, odajöttek 400-an, elment egy másik helyre, odajöttek még pár százan. És ezek voltak azok az emberek, akikről a Biblia ír Dávid életének a végén, az évtizedek királysága és uralkodásának a végén, hogy ezek az emberek ott voltak, és ők voltak Dávid vitézei és hősei. És hadd emeljek ki ebből pár gyakorlati tanulságot, amit hazavihetünk. Az első az az, hogy Dávid életének legnyomorultabb pillanatában állt össze ezekkel az emberekkel. Dávid kegyvesztett volt, bizonytalan volt a jövője, és lehet, hogy Isten keze rajta volt, és voltak ígéretek az ő életére. De ha volt olyan pillanat Dávid életében, amikor az ő nyomorúságai nyilvánvalók voltak, akkor ez volt az a pillanat. Dávid ezekben az időkben olyan zsoltárokat írt, amit az ember fölvágja az erejét. Tehát olyan zsoltárokat írt, amiből egy pszichológus megnézni, ez a gyerek szorongásos depresszióba szenved. Egyértelmű. Nincs kérdés, teljes a diagnózis. Egy zaklatott, szorongó ember volt, és ezt láthatta a környezete. Dávid egy dologban viszont nagyon különleges volt. És ez az, hogy ő Istent kereste, és Istenben kereste a megoldást a magányára, a zaklatottságára, az elutasítottságára, a szorongására, a reménytelenségére, és talán ezért is nem taszította el ezeket az embereket, amikor oda gyülekeztek hozzá. Nem emberekbe kereste a megoldást, hanem Istennek öntötte ki a szívét, és azt a reményt, amit ő talált Istenbe, ezek az emberek is meglátták az ő szemében. Ezek a többi elnyomott, eladósodott, nyomorult ember. Meglátták a reményt a szemében. De ez nem változtat ám azon a tényen, hogy Dávid a legnyomorultabb pillanatában volt az életének, amikor ezek az emberek odajöttek hozzá. Tehát az első gyakorlati dolog, amit én a szívetekre helyeznék, ha barátokat keresel, olyan embereket keres, akik akkor is melléd állnak, amikor a legnyomorultabb vagy. Nem csak akkor, amikor a jó időben a jó oldaladat tudod mutatni, hanem mindig. És nincsen értékesebb egy olyan emberi kapcsolatnál, amiben önmagad lehetsz. Ha olyan emberekkel vagy együtt, akivel önmagad lehetsz, és ők tökéletesen elfogadnak téged így, annál értékesen nincsen. És vannak olyan emberek, akik folyamatosan ácsingóznak olyan társaságok iránt és befogadása iránt, akik között soha nem tudnak önmaguk lenni. És ez nyomorult. Ez egy nyomorult érzés. Ez egy oltári nagy teher, amikor folyamatosan valamilyennek kell lenned, folyamatosan valamilyen képet kell mutatnod, folyamatosan meg kell felelned. És milyen pihentető megérkezni olyan emberek közé, akik elfogadnak téged úgy, ahogy vagy. És lehet a legszentebb lelki pásztor, vagy a legjobb fejebb misszionárius az az ember, aki mellett nem lehetsz önmagad. Én azt gondolom, hogy többet ér egy kódus partner, egy olyan ember, akivel együtt turkáljátok a kukát, aki mellett önmagad lehetsz.
mint a nagyszent pásztor. Ez egy jobb barát. Ez barát. Van egy társaság, ami a tiétek. Vannak emberek, akik a tiéitek, akik kegyelmet kaptak arra, hogy titeket szeressenek úgy, ahogy ti vagytok. Ezeket az embereket keressétek meg. Mert nincsen nyomorultabb, mint amikor olyan embereket, társaságát keresitek, akik nem a tietek. Ugyanúgy, mint egy párnál, nem? Ha egy olyan párral próbálsz együtt élni, akit nem Isten adott melléd. Az nyomorult. Azon folyamatosan dolgozni kell. Aztán egyszer csak megjelenik valaki, akit Isten adott melléd, és mindenki arról tesz bizonságot, hogy utána minden magától ment. Jó, hát később nagyobb zökkenőkkel. Nekem az elmúlt 5 évem egyik legnagyobb leckéje volt, és mondani fog pár személyes és őszinte dolgot, és tudom, hogy így lehet, hogy elnyúlik egy kicsit az alkalom, de úgy gondolom, hogy ez így segíthet. De az elmúlt 5 évem legnagyobb leckéje, az pont ezzel kapcsolatos. Amikor mi elkezdtük a vasárnap estéket 5 évvel ezelőtt, egy nagyon különleges társaság jött össze. Mondom, hogy kinyírtuk volna egymást, hogyha Isten nincsen, de Isten volt. És nem, hogy nem csak kinyírtuk egymást, hanem ők nagyon jó barátaim lettek. Mindnyájan. Mi nagyon jó barátok voltunk, mi együtt szolgáltunk, de barátok voltunk, ami azt jelentette, hogy nagyon önmagunk voltunk. Tehát így 5 év táblatából már akár azt is el lehet árulni, hogy voltak azért hevesebb vitáink is. Volt itt vasárnap este és megbeszélésen kiabálás is. És beszéltünk mindenféle dolgokról. Beszéltünk a jövőről, a múltról, a világról, a gyülekezetről, a csajokról, mindenről. Mert ilyenek a barátok, nem? Ez a normális. És önmagunk lehettünk. De eljött az életnek az a szakasza igazából egy év után, hogy hirtelen az egyik pillanatról másikra mindenki szétrebbent. És mindenkinek Isten elvezette az útját egy másik irányban. És én alapból egy olyan ember voltam, aki küzdöttem azzal, hogy szerettem az idősebb embereknek megfelelni. Én mindig kicsit fölfele néztem. Tehát mindig próbáltam itt egy magasabb szintű társaságban megfelelni, mert volt nekem egy ilyen kényszerem. Talán még mindig van. De egyik pillanatról másikról, hogy ezek az emberek eltűntek, engem meg fölvettek dolgozni a gyülekezetbe, hirtelen bekerültem a nagy emberek közé. Ott volt a Phil, ott voltak a vének, akik nem is annyira vének, de hozzám képest azért idősebbek. És nagyon jó fejemberek, Mark Zeman, Bruce, Sanyi, Molnár Sanyi, Madarász Isti, aki ide jár a gyülekezetbe, tudja, hogy kik ezek az emberek. És én úgy gondoltam, azt hittem, hogy Isten azt várja el tőlem, meg én is biztos úgy gondoltam magamról, hogy ez az én társaságom, de azt gondoltam, hogy Isten azt várja el tőlem, most már ezekkel az emberekkel kell barátkozni. A többiek eltűntek, itt vannak ezek az új emberek. Csak egy dolog volt a baj, hogy ők egyáltalán nem abban az életszakaszban voltak, mint én. Hát mindenki, mit tudom én, legalább 10 évvel idősebb volt nálam. Én voltam a legfiatalabb. Messze a legfiatalabb. Hát itt a legtöbbjük családos ember. És ez egy egészen más dolog, amikor a korosztályodban van barátod, vagy egy családos ember. Aztán ott van az, hogy én mindegyikükre fölnéztem, nem tudom, hány éven át, tudjátok, hogy az ember megérkezik a gyülekezetbe, látja, hogy kik a vezetők, és akkor hirtelen ott vagyok körülöttük, hogy azt éreztem, hogy nem vagyok olyan szabad, bár mindenkivel nagyon jó kapcsolatom, félre ne értsetek. De egy dologra rájöttem, hogy az, hogy olyan sokat küzdöttem azzal, hogy nem voltam teljesen szabad előttük. A többi ember előtt meg ugye én voltam a vezető, tehát én itt ebbe a gyülekezetbe vezető vagyok, ott nem oszthatom meg az én életemet, mert ha saját szívem kételyét, félelmeit, hitetlenségeit kiadom, akkor Isten munkáját rombolom. Így módszeresen elzártam magam mindenkitől, aki előtt igazán önmagam lehettem volna. És ha volt hülyeség az életemben, akkor ez volt. Mert az igazság az, hogy nagyon sok ember van körülöttünk, akik előtt lehetünk önmagunk. Vezetőként is. Mindig. És ez nagyon értékes. És enélkül nem lehet előre menni, enélkül nem lehet semmit se csinálni, enélkül nem lehet harcolni. Ha azt érzed, hogy a bajtársad mellett bajtársadnak bizonyítani kell, érted, nem elég, hogy harcolsz és az életedért küzdesz, de még nézed, hogy látják, hogy harcoljok? Ugye jó fogom a kardot, ugye? Az nem közös harc, a színjáték. De Isten ennél sokkal többet akar adni.
És az én életemben megmutatta azt, hogy mennyire nem érdemes próbálkozni megfelelni olyan embereknek, aminek te nagyon meg akarsz felelni. Hogy mennyivel értékesebb egy egyszerű barát, akinek nem kell megfelelni. Akinek nem kell megfelelni. És azóta is, meg most is, én egyre inkább veszem észre, hogy hány olyan ember van körülöttem, akiket Isten adott mellém. Akik az én bajtársaim, akik az én társaságaim. Akik a legrosszabb pillanatban ott vannak veled, és nincsen gondjuk velük, vele. A második gyakorlati tanács, amit adhatnék, vagy amit látok ebből az igerészben, hogy Dávid nem csak önmaga lehetett a gyengeségeiben, ezek előtt az emberek előtt, hanem megbízhatott ezekben az emberekben. Még azokban az időkben is, amikor még rosszabb helyzetbe került. Ezek az emberek nem a dicsőséges királyt szerették Dávidban, nem a vezető pozíciót, hanem az embert, Dávidot. Vele maradtak akkor is, amikor ő már király volt, és királyként bukott erkölcsileg, amikor bűnt követett el, meg politikailag, amikor pucsot követtek el ellene. Ezek az emberek vele maradtak. És az egyik nagy tanulsága az életnek, hogy az emberek, akik az egyik pillanatban szeretnek, sajnos legyen szó keresztényekről, vagy nem keresztényekről, ez mind a két kategóriára igaz, de emberek, akik az egyik pillanatban szerettek, a következő pillanatban simán ellenet fordulnak. Van úgy, hogy ok nélkül, ami elég fájdalmas, és van úgy, hogy okkal, és én azt találtam, hogy ez még fájdalmasabb. Mert még nem lehet őket szemét megbízhatatlan embereknek mondani, mert látod azt, hogy igazából joggal akadtak ki rád, mert tényleg disznóságot követtél el. És az úgy még fájdalmasabb. És ez különösen igaz vezetői pozícióra, hogyha egy ember elől áll, akkor sokszor az emberek, akik ránéznek bennük, egy ilyen romantikus kép alakul ki, hogy beszél Isten igéjéről, milyen rendes gyerek, mindig csak olyan jó dolgok áradnak a szájából, biztos ennek az embernek csak jó dolgok vannak az életében. De ez a kép egy idő után mindenképp összetörik. És rájössz arra, hogy az ember, aki előtted áll, az is ugyanolyan ember. És így összetörik a bálvány. És az ember olyan, hogyha egy bálványba csalódik, akkor maga rombolja le, ahogy te csalódtam szemét. Pedig én úgy hittem benned. És mondom, ezt még könnyebb elviselni akkor, amikor ez teljesen igazságtalan, mert semmit nem csináltál, de sokkal nehezebb elviselni akkor, amikor csináltál valamit. És joggal tipornak a földbe. De milyen csodálatos, amikor vannak körülötted olyan emberek, akik nem tipornak a földbe. Még akkor sem a hibát követsz el. Kitartanak melletted. Dávid óriási hibákat követette, főleg a családjában. Dávidnak az életét megnézitek, a magánéletét, akármennyire jó csávó volt, azért ott volt vaj a füle mögött. Főleg a nők terén. Tehát ő neki ezzel gondja volt, szerintem. Tehát ha jól látom, ezzel gondja volt. Az igében én ezt látom. Ha másért nem, az egyértelmű esetekkel, amikor például lefeküdt Becsabéval, egy embernek a feleségével, aki nem az ő felesége volt, ugye? És teherbe esett a nő. És utána úgy gondolta, ezt úgy oldja meg, hogy megöli a férjét, és feleségül veszi, hogy úgy tűnjön, hogy ez a házasságból jött ez a gyermek, mert ugye a férje otthon sem volt, amikor teherbe esett az asszony. Tehát ez egy nagyon kínos sztori volt. Aztán utána később még több családi gondja akadt. Az egyik testvére megerőszakolta a lányát. Tehát az egyik fia megerőszakolta a lányát Dávidnak. Aztán a másik fia megölte ezt a testvért, mert megerőszakolta az ő testvérét. Tehát, hogy ment az intrika, Dávid nem rendezte le ezeket a kapcsolatokat, pedig le kellett volna rendezni. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ha egy vezető a családját nem tudja rendbe tartani, hát ne vezessen egy gyülekezetet, nemhogy egy országot. Aztán később ez a fiú nekiállt politikáskodni, és az, aki megölte az egyik testvérét, és végül egy lázadást szított ellene, amit már az egész országa elszenvedett. Mindenki megitta a levét. Tehát Dávid életében óriási bukások és óriási hiányosságok voltak. És voltak emberek, akik ellene fordultak. És a zsoltárokat megnézitek, tele van olyan zsoltárral, ahol Dávid azt mondja, hogy azoknak az embereknek, akiknek a nyelvük olyan, mint a kígyói, azoknak törd be az arcát. Őszinte volt Dávid. Hogy Isten, védj meg tőlük. Szinte minden zsoltárban ott vannak azok az emberek, akik őt rágalmazták, akik őt gyűlölték, akik őt le akarták rontani. És Dávidnak iszonyatos fájdalma volt, és a legfájdalmasabb zsoltárai azokról az emberekről szólnak, akik a barátai voltak, és így lerombolták őt.
Nem érdekes, hogy Dávid sose írt tragikus szerelmes zsoltárt. Nem elgondolkoztat, hogy Dávidnak sose volt olyan zsoltár, hogy úgy összetörte a szívemet, Ráhel, vagy milyen héber nevet mondjak. De olyan zsoltárból volt sok, hogy az én bajtársam, az én barátom fordult ellenem. Szóval voltak emberek, akik ellene fordultak. Volt, hogy el is üzték egy időre, de a barátai vele mentek. Ezek az emberek vele mentek, amikor elűzték őt. Ezek az emberek kitartottak mellette. És nem a hibáink pillanatában van a legnagyobb szükség barátokra? Nem így van ez? Nem ott derül ki igazán ki a barát, amikor béna vagy, amikor elrontottad? Nem akkor van szükségünk valakire, aki ott áll mellettünk és fölsegít? Mert sokan vannak, akik ilyenkor rád néznek, köpnek egyet, azt mondják, na, tessék, gondoltuk. Gondoltuk, hogy ilyen vagy. Csóválja a fejét, és azt mondja, hogy ilyen emberek vannak a Földön. De sok szükségünk van olyan emberekre az életünkben, akik nem hánynak le bennünket olyan pillanatokban, amikor hányásra méltók vagyunk. Akik melléd állnak, mert leszünk hányásra méltók, ez az igazság, mindegyikünk. És hogyha tervezitek, hogy megházasodtok, akkor majdnem biztos, hogy valamikor a párotok valami olyasmit tesz, amire azt mondod, hogy hát ezt azért sose gondoltam volna. És milyen értékes az, hogy aznap nem mondod azt, hogy na jó kalapkabát, szia. De milyen értékes, hogy az életedben a házasságon kívül vannak ilyen emberek, akik azt mondják, hogy nincs kalapkabát, hanem veled vagyunk, akik nem akarnak ítélni, hanem segíteni akarnak fölállni. Nem olyan emberek, akik azt mondják, hogy na, mindent jól csinálsz, mindenki hülye, aki azt mondja, hogy nem jól csinálod. Nem. Akik elmondják, hogy igen, ez barátom tényleg butaság volt. De szeretnének segíteni abba, hogy fölállj, nem csak köpni, meg kövezni. És mindnyájan voltunk olyan helyen, hogy szerettünk volna köpni és kövezni, nem? Imádjuk azt is. Az is olyan melengető érzés, mint a klikkesedés, hogy találtunk végre valakit, aki rosszabb nálunk. Én ezt annyiszor megcsináltam. Persze, amikor az emberrel megcsinálják, akkor már érti, hogy milyen érzés ez kívülről. De mindegyikünkben ott van az, hogy szeretnénk újra elnézni, na, ez milyen ember, ez bennünket tesz jobbá. Legalábbis ezt az érzést kelti, hogy mi jobbak vagyunk. De milyen csodálatos dolgot ír Jakab az ő levelében, az 5. fejezetben. Azt mondja, hol raktam? Itt van Jakab. Az 5. fejezet 19. és 20. verse. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab azt mondja, hogy figyelj, hogyha te egy olyan ember vagy, aki tudsz segíteni valakinek, hogy fölálljon, amikor elesett, akkor te a lelkét mented meg. Az egy csodálatos szolgálat. Tehát a második dolog, amit látok, hogy Dávid olyan emberekkel volt együtt, akik el tudták őt fogadni a hibái pillanatában. És ha keresel barátokat, ilyen barátokat keres. És a harmadik egyben az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy meglássatok, és persze még rengeteg dologról lehetne beszélni, de akkor örökké itt maradunk. De a harmadik dolog, amit látok Dávid életéből, hogy azok az emberek, akik oda gyülekeztek hozzá, milyenek voltak? Mit ír az ige? Elnyomott, eladósodott, elkeseredett emberek voltak. Nem érdekes? Ezek voltak Dávid barátai, amikor összebarátkozott velük. Elnyomott, eladósodott, elkeseredett emberek. Dávid nem azért lógott ezekkel az emberekkel, mert az életének a reményét, az értékét kereste bennük. Nem a szíve ürességét akarta betölteni velük, nem gyógyírt keresett bennük. Erre ezek az emberek totálisan alkalmatlanok voltak, mert ők is be voltak fordulva. Dávid Istenbe kereste ezeket a dolgokat. És ezért szabad volt attól, hogy az erős emberek társaságát keresse. Szabad volt ettől, és tudott bármilyen emberrel kapcsolatba kerülni. És ez vonzotta az embereket ő hozzá. Milyen volt Saul király ezzel szemben, mi? Két méter magas jóképű csávó, akit egész Izrael választott. Ilyen király kell nekünk, na ez nagyszerű fickó. Azt olvassuk, hogy Saultól eltávozott Istennek a lelke, és utána rászáll Dávidra. És Saul egy önértékelés zavaros, bizonytalan ember volt, aki akármerre járt, és látott egy erős és bátor embert, maga mellé vette. És csinált egy ilyen kis testőrséget maga köré, erős és bátor emberekből. Azért, mert ő belőle hiányzott az erő és a bátorság, és így próbálta betölteni azt.
Isten lelke eltávozott tőle. Már nem ismerte, milyen az, amikor Istenben töltődik be az ember, amikor Isten a gyógyír neki. És elkezdte az emberekben keresni azt. Mi szeretünk olyan emberekkel lógni, ez egy teljesen jó taktika. Mi szeretünk olyan emberekkel lógni, akik erősek, mert akkor mi is erősnek érezzük magunkat. A jó fejekkel lógni, mert akkor mi is jó fejnek érezzük magunkat, nem? Nem így van ez? A jó fej társaság tagja vagyok, tehát ergo egyenlő, én is atom jó fej vagyok. Ez egy egyszerű egyenlet. Szeretünk a szépekkel lógni, mert szépnek érezzük magunkat. Külön tanulmányok vannak a nagyon kifejezetten gyönyörű lányok barátnőiről, meg az ő viselkedésükről. Hogyha én nagyon szép valakivel együtt lógok, akkor mi ketten vagyunk a szépek, nem? Akárhogy is nézek ki én. Én azt gondolom, hogy sokak életében Isten ezt akarja megakadályozni. És ezért tapasztaltok küzdelmeket a barátságaitokban. Sokaknak azért küzdenem a beilleszkedés, mert keresik azt az erőt, azt a biztonságot és azt a szeretetet az emberekben, amiknek ő nekik kéne a forrásává válni. Isten titeket akar a szeretet, az erő és a biztonság forrásává tenni. És nem akarja azt, hogy életetek végéig emberekbe keressétek azt. Isten téged akar határozott és erős emberré tenni. Belőled akar forrásokat kiadni. És nem azt akarja, hogy az egész életed arról szóljon, hogy hol kapom a forrást, ki az az ember, aki ad nekem. És sokan az identitásukat, a biztonságokat, az önértékelésüket emberek elfogadásában és szeretetében keresik. És ez beteges, és Dávid nem ilyen ember volt, és ez számomra annyira tetszik, hogy az életének legértékesebb kapcsolatait, az nyomorult, üres embereken keresztül kapta. A barátságok nem arra valók, hogy ezt a fajta ürességet betöltsétek. És ezt már elmondtam párszor. És lehet, hogy azért vagy magányos, mert mégiscsak emberektől keresed, és kötöd az ebet a karóhoz. Isten sokszor hagyja azt, hogy évekig egyedül kóboroljunk. Sokszor hagyja, hogy évekig lepattanjunk. Mert folyamatosan rossz okokból akarunk emberekhez kapcsolódni. Miközben ott vannak körülöttünk emberek, akik azok az emberek, akik nekünk adattak. De mi keressük azokat az erőseket és bátrakat, akikkel körbevehetjük magunkat, hogy ne érezzük már magunkat olyan gyengének, meg üresnek, meg értéktelennek. De ezek nem a barátságok. Mert lehetnek ezekből is jó barátságok erős emberekkel. De én azt ajánlom, vagy arra bátorítalak titeket, hogy nézzetek szembe a magányotokkal, nézzetek szembe az ürességetekkel. Engedjetek el bizonyos embereket, akiknek az elfogadását keresitek. És kérjétek Istent, hogy mutassa meg azokat az embereket, akiket ő mellettek adott, mert ők ott vannak. És tudjátok, mi tetszik nekem ebben az egészben? Hogy ezek az emberek nem voltak gyógyír Dávid sebeire, az Isten volt. De ezek az emberek frankó barátai lettek. És ezek az emberek a nyomorultak, az eladósodottak, az elkeseredtek, az elnyomottak, ezek az emberek végül a vitézek lettek, a hősök lettek, akiről egész Izrael zengett. Ezek az emberek végül azok az emberek, akikről itt olvasunk, és mind a mai napig úgy vannak leírva, hogy hősök, Saulról, meg az erős embereiről nem tudunk semmit. Nem Saulról tudunk valamit, hogy az élete egy nagy bukás volt. De itt van Dávid és a nyomorult emberei, akivel együtt keresték az Istent, és ők hősök lettek. Ezért, én ezt láttam, ezért érdemes erre nagyon figyelni. Tehát hadd bátorítsalak újra, hogy engedd el azokat az embereket, akik mellett nem lehetsz önmagad. Nézz szembe a magányoddal, a gondjaiddal, a félelmeiddel. Vald meg azokat Istennek, és kérd azt, hogy ő legyen a gyógyír ezekre. És fejezd be azt, hogy az emberekben próbálod erre a megoldást keresni. És ott a magányba, amikor azt mondod, hogy igen, magányos vagyok, és igen, értéktelen vagyok, és igen, üres vagyok, ott a magányba nézz körbe, és lásd meg, hogy ki van veled. Mert lehet, hogy közelebb vannak emberek, mint gondolnád. Lehet, hogy nem is vagy olyan egyedül, mint gondolnád. Lehet, hogy melletted van valaki, akit nem is ijeszt el annyira te magányod, mint gondolnád.
kik ezek az emberek a te életedbe, keresed őket. Lehet, hogy veled egy szinten vannak, lehet, hogy nem vezető, lehet, hogy nem egy szolgáló csillag, akiről a gyülekezetben annyit hallani lehet. Lehet, hogy egy olyan ember, aki pontosan olyan dolgokkal küzd, mint te. És lehet, hogy nem képvisel semmit abból az erőből, amit te keresel. Hanem ő is gyenge és üres, és ő is keres, de keressetek együtt. Hát, ha találtok valami nagyon csodálatosat. Hát, ha találtok valami különlegeset. Keressetek együtt, mert Istenben ott van az erő. Ez az, amit én tanultam Dávidtól, és ez az, amit én tapasztaltam az életemben, és ez az, amit én megpróbálok alapelvnek lerakni, amikor a barátokról van szó. És Dávid, ahogy mondtam, hogy utalok erre a végén, mondott valamit a Jonatánnal való barátságába, és ez egy nagyon érdekes mondat volt. És az az, hogy neki ez értékesebb volt a nők szerelménél. És én azt gondolom, hogy mi itt fiatalok, sokat gondolkozunk a párkapcsolatokról, meg hogy lesz-e társam, vagy nem lesz-e társam, és vannak, akik ultra sokat gondolkoznak ezen. De én azt gondolom, hogy ezzel a témával kapcsolatban is fontos elgondolkozni a barátságról. Mert a magányra nem egy párkapcsolat a gyógyír, hanem a barátok. És minél egészségesebb baráti kapcsolataid lesznek, annál egészségesebbek lesznek a párkapcsolataid. És vannak itt emberek, akik a párkapcsolatban látnak minden megoldást a kapcsolati problémáikra. De ez nem így van. Én azt gondolom, hogy érdemes ezen a témán elgondolkodni, és az az ember, akinek nincsenek rendesen barátai, azok annak az embernek valószínűleg furcsán fognak alakulni a párkapcsolatai is. És lehet, hogy folytogató lesz, és lehet, hogy ha a barátnőd vagy a barátod lesz az egyetlen igazi, komoly barátod, akkor az egy megterhelő dolog lesz. Van egy szerzőpáros, úgy hívják, hogy Harry Cloud és John Townsend, akik írtak egy sorozatot a határokról, az emberi személyiségnek a határairól, és nagyon jó, mind az emberi kapcsolatokról szólnak. És írtak egyet a párkapcsolatok viszonylatában, ami kezembe került angolul, mert ha magyarul kerül a kezembe, soha az életben el nem olvasom, mert olyan béna címet adtak nekik. Amúgy az volt az eredeti cím, hogy határok a párkapcsolatokon belül, de jó magyarul a Randikalauz nevet adták nekik. Hát kivesz meg egy ilyen könyvet? Hihetetlen. A lényeg az, hogy én ezt kezembe került angolul, és nagyon tetszettek a dolgok, amiket írt benne, iszonyatosan zseniális ez a könyv. És ez a pszichológus páros, akik nagyon sokat lelki gondoztak embereket mindenféle bajokkal, nagyon érdekes dolgot írtak a magányosságról, meg így a kapcsolatoknak a dolgairól is. És talán ez volt az egyik dolog, ami megihletett engem arra, hogy én ezt a témát elővegyem, és a szívetekre helyezzem. Azt mondja ezt, a magányosságról pár gondolatot azt mondja a könyv. A magányosság az egyik legfájdalmasabb érzés, ám mégis szükségünk van rá. Hiányosnak és üresnek érezzük ilyenkor magunkat, mint akik súlyos nélkülözést szenvednek. A magány ugyanakkor erős motiváló erő is, akár a fizikai éhségérzet. Aki magányos, szinte bármit kész megtenni, csak hogy betöltse a lelkébe tátongó űrt, és mi sem tűnik erre alkalmasabbnak, mint egy vonzó partner. De nem mindegy, hogy milyen kapcsolatba keressük a magányunk oldását. A magányok erősebb az elhatározásnál, az akaraterőnél és az önfegyelemnél is. Sokan megfogadják maguknak, hogy nem fognak túlságosan előre szaladni egy újabb kapcsolatban, ám ígéretük kötként szerte foszlik, amint kapcsolatra éhes szívük rátalál az igazira, idézőjelbe rakja. Attól kezdve minden estét együtt töltenek szívük választottjával, akivel úgy érzik, egymásnak lettek teremtve. Nem a magánnyal van a baj, az csupán annak jele, hogy élünk. Isten adta nekünk ezt a mozgatóerőt, hogy keressük a kapcsolatot vele és embertársainkkal. A magány tehát jó dolog, hiszen kapcsolatokhoz vezet. Mindannyian egy test tagjai vagyunk. A magányosság a kapcsolat. A magányosságra a kapcsolat a gyógyír. És következőt mondja. Igen ám, de nem a romantikus kapcsolat. És nem a randevúzásod a választ a magány kérdésére. Magányunkat csak is olyan kapcsolatok orvosolhatják, amelyek biztonságérzetet, feltétel nélküli szeretetet és mély elkötelezettséget nyújtanak. Ezek segítenek abban, hogy elfogadjuk mások szeretetét, és megtaláljuk helyünket az életben. A párkapcsolat azonban nem biztosítja mindezt. Ez a kapcsolatforma természetéből adódóan kísérletező, felfedező jellegű és kismértékű elkötelezettség jellemzi, legalábbis az elején.
A magány elől menekülő emberek hajlamosak nagyon hamar szorosra fonni a kapcsolatot partnerükkel, és azután konfliktusok adódnak, a sporik sújtja őket, mert szívüket, lelküket beleadták a kapcsolatba. Ez engem nagyon elgondolkoztatott. És lehet ezzel egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de két ember, akik az életük során rengeteg embert tanácsoltak, párkapcsolatokban, házasságban, mindenben, azt mondták, hogy emberek, a barátságaitokon gondolkoztatok el. Még mielőtt belementek a párkapcsolat kérdésébe, a barátságokon. Mert ez gyógyír mindenre. A kapcsolatiségünkre ez a gyógyír. És ugye ezek az emberek véletlenül sem akarják azt az érzetet kelteni, hogy a házasság meg a párkapcsolat másodlagos, és rengeteget beszélnek, de engem elgondolkoztatott, hogy ők milyen fontosnak látják a barátságot. Tehát én bátorítalak benneteket, hogy gondolkozzatok el ezen. És a mai este úgy fejezzük be az alkalmat, hogy nincsen dicsőítés. Amúgy elfelejtettem bejelenteni, de igazából nagyon hálás vagyok a dicsőítő csapatnak, akik itt voltak, mert teljesen utolsó pillanatban ugrottak be egy nagyon váratlan helyzet miatt, nem a Bandi vezette a dicsőítést, és nekik el kellett menni, de így a végén szeretném, hogy imádsággal fejezzük be az alkalmat. Én szeretném azt, hogy imádkozunk a mellettünk ülő emberekkel, akik ott vannak. És csak imádkozunk azért, hogy Isten mutassa meg azokat a kapcsolatokat az életünkbe, akiket nekünk akar adni. Lehet, hogy épp a barátod mellett ülsz. És akkor bátorítalak arra téged, hogy hozd meg a terheidet vele. És adj hálát, hogy megoszthatod a terhedet vele. És ha van a szíveden valami, amiért szeretnél, hogy imádkozzatok, akkor kérd meg őt, hogy imádkozzatok. De ha te úgy vagy itt, és én is szeretnék egyet imádkozni, mielőtt belemegyünk ebbe az imádságba, és különösen szeretnék egy-két emberért itt imádkozni. Ha te úgy vagy itt ma, hogy az életed során annyit csalódtál, és annyiszor utasítottak el, hogy sebek vannak a szívedben, és lehet, hogy az egyházon belül történt mindez, és úgy érzed, hogy már nem lehetnek normális kapcsolataid, és a fájdalmak, a sérülések, a megbántottság az fogva tart. Én szeretnélek téged bátorítani arra, hogy legyen ma a napja, hogy kéred Istent, hogy el tud engedni, bármi is történt. Mert ezen a világon a szeretet és a közeli kapcsolatnak a kulcsa a megbocsájtás. Azért, mert közel engedsz magadhoz valakit, az a valaki meg tud téged sérteni, és sajnos ebben a bukott világban az mindenképp megtörténik. És akármennyire igaz az, hogy az a másik az nem azt csinált, amit kellett volna, és akármennyi bűne lehet annak a másiknak, aki megbántott, egy ponton el kell engedned ezeket a dolgokat, és tovább kell menned. És ez egy oltári nagy szabadság. És ez a könyv, még egy részletet felolvasok, ez annyit mond a megbocsájtásról, és ez is nagyon tetszett. Ez mondja, hogy a megbocsájtás akarati döntés, de érzelmi velejárója a veszteségérzet. Az adósság elengedésekor lemondunk arról a jogunkról, hogy elégtételt vegyünk a bennünkért, sérelmért, és ez a lemondás veszteségérzetet és szomorúságot van maga után. Aki másokat vádol, az haragszik. Az ilyen harag azonban nem old meg semmit, és előbb-utóbb át kell adni helyét a fájdalomnak és a szomorúságnak. El kell ismernünk, hogy vesztettünk, hiszen végtére is ez az igazság. Elveszítettük a csatát, amelyet egy másik megváltoztatásáért, vagy azért vívtunk, hogy végre a mi szemünkkel lássa a dolgokat, és átérezze, mennyire megbántott minket. Ne bocsátkozzunk kilátástalan csatározásokba, amelyeket úgysem érdemes megnyerni. Szóval, hogyha neked sok küzdelmed van, sokan utasítottak el, sok mindent mondhatnál a világra magad körül, legyen ma a napja, amikor elkezded ezeket elengedni. Szóval mennyi atyám, hogy itt vagyunk ma este, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. És jó sok mindenről beszélgettünk, rengeteget beszéltem, de Istenem, én arra kérlek, hogy attól, hogy mindaz, amiről ma beszéltem, az minden egyes embernek a szívében a megfelelő üzenetet hozza el, és taníts és vezess bennünket ezen a területen. És én szeretnék ma este imádkozni azokért, akiknek a szíve az megsérült az évek során, akiknek az életében olyan dolgok történtek, amiktől már nehezen nyílnak meg, nehezen bíznak. Én imádkozom, hogy bárki vagy bárkik hoztak fájdalmat,
Add Uram, hogy ma el tudják azt engedni, és újra bízni, és az életüket ne a vád, ne a harag töltse meg, hanem képesek legyenek meglátni azokat az embereket, akiket te tartogatsz számukra még a jövőben. Én köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül, köszönöm, hogyha ketten vagyunk, az egyik fölsegíti a másikat, és köszönöm, hogy értékes barátságokat akarsz adni. Legyen áldott ezért a te neved. Jézus nevében. Amen. Amen. Tehát, hogyha vannak ott mellettetek emberek, én csak bátorítok, hogy imádkozzatok. És ha mennetek kell, rohannotok, bár még nincs 9 óra, akkor azt tegyétek meg halkan, hogy ne zavarjátok meg a többieket.